Köszöntjük kedves nézőinket! Önök az Acsári Képes Krónika Nyiracsád online híradójának 2014. augusztusi adását láthatják. A következő fél órában településünk nyárvégi eseményeit gyűjtöttük össze önöknek. Először Tóth Elek parókus atya ezüstmiséjének pillanatait idézzük, majd augusztus legfontosabb eseményéről, a kenyérünnepről számolunk be. Ezt követően a buzitai egészségnapról, a traktoros találkozóról, a sporttáborról, a családi délelőtről és a nagy sikerű nyárbúcsúztató Kárpátia koncertről adunk képesír összefoglalót. Önkormányzati hírperceinkben a községi piac építéséről, a kántortűlő új, energiatakarékos megvilágításáról és egy rövid vendéglátásról számolunk be. Kérem, tartsanak velünk! Augusztus 9-én ezüstmisén ünnepelte a falu Tóth Elek görögkatolikus áldozópap felszentelésének 400. évfordulóját. A családtagokon, rokonokon, híveken kívül görögkatolikus paptársak, valamint a helyi egyházak képviselői is eljöttek, hogy együtt köszöntsék Tóth Elek atyát pappá szentelésének 25. évfordulóján. Az ezüstmisés liturgián az evangéliumi szakasz olvasását követően a nyíracsádi születésű Keresztes Szilárd püspökatya prédikációt hallgathatták az egybegyűltek. Szilárd püspök rokonként vett részt az ünnepi liturgián. Egy nagyon tartalmas, nagyon gazdag és szétáradó bibliai tartalommal rendelkező mondatot Istennek adott munkatársai, ti meg Isten számítja. Az apostol beszél így magáról, Istennek vagyunk munkatársai, de ez mindnyájunkról is szól, és mindnyájan vagyunk a szántóföld is, meg a szántóföldnek a munkása. Elek testvérünk papi szolgálatának 25 esztendéért adunk hálát. 25 év. A papi életnek nagyjából fele útja. A mise elején Tóth Elek az egy évvel ezelőtt elhunyt édesapjára emlékezett, aki szintén Istent szolgálta, majd a szentáldozást követően szeretettel teli szívvel mondott köszönetet édesanyjának és feleségének, akiben szintén 25 évvel ezelőtt talált hűtársra. Mégis olyan sok-sok kegyelemmel, meg olyanként, hogy választott bennünket, és a tényleg igazságtalan. Nem azzal ér vissza, amit mi adunk. És az egész eddigi szolgálatomban ezt éreztem, hogy túl sokat adott az Istennek nagyon jó. Nem szolgáltam rá. Valamiképpen meg kellene állni, nem tudom. Egyedül nem tudom, és ezért szóltam a barátaimnak, akik is itt vannak, hogy gyerünk együtt közösen hálát azokért a kegyelmekért, amit akár én, akár a családom, akár azok a közösségek kaptak, amelyekben szolgálhattam és közvetítettem Istennek az üzenetét, hogy ne féljetek, mert az Isten nagyon-nagyon szeret benneteket, igazságtalanul nagyon ad ajándékot, és tudni kell megköszönni, és köszönöm, hogy itt vagytok velem együtt. Köszönjétek ezt a sok-sok kedvelmet, meg segítséget. Nem csak ti vagytok itt, hanem itt van velem az édesapám is, akitől egy éve búcsúztunk el, és kezdjük a mai állapításunkat a róla való megemlékezésével. Elek atyát először hat gyermeke köszöntötte, majd az évfordulós liturgiára érkezett paptársak, a helyi egyházak képviseletében Tapasztó János római katolikus kanonok, és Komor Csaba református lelkipásztor,
a Rózsafűzér Társulat képviselői, a helyi görögkatolikus egyházközség nevében Jakab János, majd a Szent Piroska görögkatolikus általános iskola igazgatóhelyettesei köszöntötték. Végül dr. Nagy János polgármester méltatta Tótelek odaadó, szeretettel teli, aktív, szerteágazó szervező és közösségformáló munkáját. A kezét tartotta a kezedben, és adtad fel nekünk kezeddel a szemkenetet, kísérő őket utolsó útjukra. Hány és hány házasságot áldottál meg, miközben a házasságok egymás kezét fogták, te kezeddel megerősítetted testvéreket. Hány és hány embert oldoztál fel, miközben keresztet rajzoltál feléjük, kivétítve őket, Jóistennel. Természetesen papi életed alatt kezeid másról is foglalkoztak. A templom fűtés korszerűsítésénél követ voltak, a kertben virágot neveltek, asszony részre muzitára, mint filiára útot vezettek, az irodában levelet írtak, a hívekkel kezet fog még számos éven át. Tótelek a tőle megszokott szerénységgel, de hálával fogadta a köszönő szavakat. A liturgia végén hosszan kígyózott a tömeg, hogy mindenki Elek atya elé járuljon áldásért. A hagyományokhoz híven augusztus 19-én a helyi mazsorettek bevonulásával vette kezdetét a negyedik kenyérünnep településünkön. Ezt követően Sándor Edit művelődési házigazgató köszöntötte a vendégeket, majd dr. Nagy János polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg a szép számmal egybegyűlt érdeklődők a Vécsei Parkban. A polgármester példaként állította Istvánt a ma embere elé. Beszélt a Szent Király életéről, nagyszerű nemzet és országépítő tevékenységéről. Szólt a király személyes életének tragédiáiról is, melyek után István mindig talpra állt, s az Isten által kijelölt úton vitte tovább az országot. Tisztelt ünneplők, kedves nyíracsádiak, kedves barátok! Tisztelt alpolgármester asszony, jezőasszony, tisztelt egyházi vezetők, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos ünnepségen. Első Szent István királyunk, mint ismeretes Esztergomban született, 969-ben. Adalbert prágai püspök gondoskodott a fiú keresztény neveltetéséről és tanítatásáról, és ő volt az is, aki megkeresztelte. És 996-ban házasságot kötött Izellával. Királyként megtartotta függetlenségünket, és nem lett a császár hűbére sem. Ezzel megalakult a keresztény, független magyar királyság. István kora és napjaink kora, mondhatnánk, egy új világ. Valami újnak a kezdete. Egy kemény munkával megteremtett új világnak, ahogy az új kenyér is mindig a jól végzett munka eredménye, ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei a magyar népnek táplálékul, iránymutatóul szolgáltak a történelem során és ma is. Hiszen gondoljunk bele, alig telt el 1000 év, és 1000 év után is változott valamit a helyzet, hiszen a történelem és a sors ma is ugyanazokat az utakat kínálja. Magyarországnak meg kell újulnia,
mert a megmaradásunkhoz erre van szükségünk. Ezért az ország a megkezdett úton együtt megy tovább. Nyíracsádon is új irányba, új útra léptünk, és hogy a Szent Istváni útról le ne térjünk, együtt kell haladnunk, és együtt kell maradnunk. Persze, Szent István óta minden kornak megvoltak a maga koppányai. Mindig voltak lázadó, eltérő, gondolkodó emberek, ami önmagában még nem lenne baj. Nem jó azonban, ha egyesek ok nélkül is lázadnak, nem jó, ha divatba jön a pusztító, ártalmas, lázító magatartás. Nem jó, ha közéleti vitáink éket vernek az emberek közzé, mert ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ha az embereknek közösek a céljaik, akkor megbíznak egymásban, és szolidarisak egymással szemben. Tudjuk, hogy István kora sem volt a béke és az egyetértés aranykora. Sőt, halál után majdnem 40 évig belháborús időszak jellemezte az országot. Amikor azonban László király uralkodás idején végre ismét nyugalom lett, az emberek ráébredtek arra, mit is köszönhetnek Szent Istvánnak, mert tudták, hogy jövőjüket és boldogulásokat csak is az ő művére alapozhatják. Ha az ő példáját követjük, idővel elmondhatjuk majd, hogy olyan községben élünk, ahol most, ahol csak másképp gondolkodó emberek vannak, és nem ellenségek. Ahol közös sorsunk, párbeszédünk eredménye. Ahol gáncsoskodás helyett valódi építés és fejlesztés zajlik. Ahol civilnek és pártpolitikusnak egyaránt megvan a becsülete. És arról folytatunk eszmecserét, hogy mit és hogyan lehetne jobban tenni, nem pedig arról, hogy ki vagy mi ellen harcoljon. Igyekezzünk szebbé tenni mások életét. Építsünk egy kiszámítható, szebb és biztonságosabb jövőt. Egy újabb 1000 év múlva is itt álljon Magyarország, és itt álljon 1000 év múlva is Nyíracsád. Szent István királyunk, 1000 év távlatából légy ebben segítségünkre. Köszönöm a figyelmet. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viselet. Hálát adunk mindazok munkájáért. Az ünnepi köszöntő után a helyi egyházak vezetői, Tapasztó János római katolikus kanonok, Tótele görög katolikus parókus és Komor Csaba református lelkipásztor megáldották a falu kenyerét. Mindennapi kenyerünket, a te mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked is. Hálát adhatunk az Istennek azért, hogy mi most békében élünk, és békében vehetjük magunkhoz a kenyeret, főleg, hogyha szétnézünk a körülöttünk lévő világban, akár a szomszédos országban, akár a Közel-Keleten, hogy ott is bizony háborús a helyzet, hogy sok embert a kereszténységéért, a hitéért üldöznek még ma is. Hát legyen az Úr Jézus Krisztus, ami mennyei kenyerünk az, aki erőt ad ezeknek a testvéreknek is, akik menekülnek, akik szenvednek, akik háborúban élnek, és ez a mennyei kenyér adjon számunkra is erőt, tápláló erőt és közösséget, amely megtart bennünket. És sokasíts meg azokat ezen községben, és az egész világon, és az azokból tisztelő híveket szenteld meg, mert te vagy Krisztus Istenünk, ki megszentelsz és megáldasz mindeneket, és téged dicsérjünk a te kezdetnél, Atyáddal, legszentebb jóságos és elevítő lelkeddel együtt, most is mindenkor is, rökkön örökké.
A kenyéráldást követően a népdalkör az ünnep méltóságának megfelelően a magyar hazáról énekelt, majd egy aratódalcsokorral folytatta műsorát. Nyíracsád község önkormányzata köszönetét fejezi ki a nyíracsádi népdalkör több mint egy évtizedes munkájáért. Az ünnepen dr. Nagy János polgármester díszoklevéllel köszönte meg a népdalkör tagjainak a több mint egy évtizedes munkát, és gratulált az eddig elért sikerekhez. Szívesen lépnek fel a helyi és szomszédos települések rendezvényein, de szerepeltek már Szlovákiában, Romániában, és bízunk benne, hogy még a tengereken túlra is elfogtuk. 79/2014, 7. ó. 3-án született önkormányzati képviselőtestületi határozat értelmében Nyíracsád község önkormányzat képviselőtestülete a nyíracsádi népdalkör részére 300 000 forint támogatást nyújt 2014. évi költségvetésének a terhére. Felkér a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. Tudom, hogy nagyon fontos helyre fogjátok ezt a népdalkör elkölteni, és ugyanakkor saját hatáskörben szeretnék szintén még felajánlani 100 000 forintot, így úgy gondolom, hogy akkor mindannyian az egész csapat új ruhátban tud majd eljutni azokra a rendezvényekre, amelyek színvonalasak, és a legnagyobb színvonalat nyíracsádi népdalkör fogja képviselni. Én ebben bízom, és ebben hiszek. És szeretettel nyújtom át ezt a díszoklevelet. Míg az Ördögforgó Néptánc Együttes parádés műsorát élvezte a közönség, addig a mazsorettek a megáldott új kenyérrel kínálták meg a negyedik kenyérünnep résztvevőit. Augusztus elején dr. Pata Irén háziorvos és munkatársai szervezésében újabb állomásához érkezett a hónapok óta tartó egészségmegőrző és prevenciós program. Ezúttal ismét kerékpára pattant a mintegy 30 fős lelkes csapat, s indult el Buzitára. A Kék Túra vendégházban már terített asztal fogadta őket. Grillezett sajt, grillezett zöldségfélék és teljes kiörlésű kenyér volt az egészséges menü része, de szó esett a borfogyasztás kultúrájáról is. Dr. Patai Irén a tőle megszokott lelkesedéssel beszélt a programról. Most például ennek a napnak a különlegessége az lesz, hogy azon kívül eszük a zöldségeket csülve, a végén bort fogunk inni. Méghozzá rozébort. Azért, mert azt nem tudják az emberek, hogy a bor az kifejezetten jó a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. Tehát az ereket védi, de nem mindegy, hogy milyen bor, tehát minőségi és a mennyiség. Tehát nyilván nőknek az az egyenség, férfiaknak az a kéteség, de ez mutatva is ekkora, nem sok. Viszont vacsora után jó, hogy kell. Mert hogy van köztünk olyan ember, aki ezt hogy egészen mérehatóan foglalkozik vele, ez a kerti Irénke is, és hozott nekünk mindenféle anyagot, tehát úgyhogy kapunk segítséget, például most is ebben a kezemben, mert kalóriatáblázatokat, a gyógynövényeket ismertettem, mi mire való, hogyan kell méregtelenni. Tehát nagyon sok embernek szűztetett. Sose hallottad, vagy ha hallottad, megint nem érti. Tehát ebben is van segítség. Ez is jó. Aztán Csikági megtornáztatott bennünket. Hát ez is fantasztikus. Na még van egy jóga is a levegőben,
még egy joga foglalkozásunk lesz, mert az is biztos nagyon izgalmas. Meddig tart ez a program? Jövő májusig, minden hónapban. És mi lesz, hogyha korára az emberek annyira megszokják, hogy igényelni fogják? Hát ha meg leszünk, akkor jövünk, próbálkozunk. Úgy legyen. Augusztus 16-án hatalmas robaj verte fel a település utcáinak szombat délutáni csengőjét. Az érdeklődők kíváncsian vették szemügyre a harmadik traktoros találkozóra összegyűlt gépeket. Varga János Cigu a rendezvény megálmodójának hívására évről évre egyre többen csatlakoznak a nagyszerű hangulatú családi délutánhoz. Idén 23 gazda hozta el traktorát. A főtéri gyülekező után rendőri kísérettel tettek egy tiszteletkört a falu utcáin, majd öreg urasan gurultak ki a Csonkás Szabadidő parkból. A harmadik traktoros találkozó saját szüleményemből és rendezvényemből hoztunk létre felújított Dutra típusú traktorom után, aki többen csatlakoztak. Hát a rendezvényen most jelen pillanatban rendezünk egy gyorsulási versenyt, utána főzünk, mulatozunk és iszunk. Nagyon sok vendéget várunk, nézelődni gyerekeket, felnőtteket, ki lehet próbálni a gépeket, bárki beleülhet, kipróbálhatja. A bográcsok alatt hamar fellobbant a vacsorának valóhoz a tűz, a gyerekek élvezettel ültek fel a kisebb traktorokra és az 1500 lóerős monstrumokra is. Az autószerelő ötletgazda Varga János az erre az alkalomra készített pólóban a saját maga által felújított, kéthengeres, Csepel motorral felszerelt Dutrával érkezett a Csonkásra. A rendezvényre kilátogatott dr. Nagy János polgármester is, aki köszöntötte a traktorosokat. A vidám, családias hangulatú találkozó résztvevőit az este még a Szabadidő parkban találta. Pályázati támogatás segítségével augusztus 16-án vidám családi délelőtöt rendeztek a Csonkás Szabadidő Parkban. A pályázatról, valamint a szabadidős program részleteiről Mocok Gyula beszélt híradónknak. A támogatott rendezvény, amely a rendőrök egyesület pályázatának az eredménye, és a mészegészségben érők támogatásával foglalkozik. Tulajdonképpen 10 darab fesztivált terveztünk el rendezvényre, és nyíratságra jutott egy sportnak, és azt tartjuk most. Áldázó csörögnek a fegyverek, és a részletcsak. Yeah.
Idén nyáron pályázati támogatás segítségével négyféle táborozási lehetőséget biztosított településünk önkormányzata a nyíracsádi gyerekek számára. A táborok csúcsa az augusztus elején második alkalommal meghirdetett sporttábor volt, melyre idén már 70 gyerek jelentkezett. A hét folyamán részt vettek kerékpártúrán, voltak uszodában, röplabdáztak, fociztak, pingpongoztak, sakkoztak és persze sokat nevettek. A lányok körében nagyon népszerűek voltak a kézműves foglalkozások, ahol nem csak apró dísztárgyakat, de ékszereket is készítettek. A táborban, melynek a művelődési ház és a Kék Tura vendégház adott otthont, a gyerekek ellátását a Start Minta program keretében helyben termesztett zöldségek, gyümölcsök felhasználásával biztosították. Az uszodában töltött napot pedig a Jövőnk Reménységei Alapítvány támogatta. Lányok, ti is oda kapcsinkodhatok! Településünk önkormányzatának köszönhetően augusztus 23-án igazán emlékezetes, vérbeli koncerttel búcsúztattuk a nyarat Nyíracsádon. Pezsgett a levegő, izzott a hangulat, tombolt a tömeg. Talán ezekkel a szavakkal lehet megközelíteni azt a fergeteges hangulatot, amit a Kárpátia zenekar koncertjén élhetett át a közönség. A több száz helyi koncertező mellett sokan érkeztek a szomszédos településekről, sőt a megszállott rajongók távolabbról is követték kedvenc zenekarukat. A hangulatot a Radar együttes alapozta meg, majd a Kárpátia csapott a húrok közé. Feldübörgött a rock, megszólalt a magyar szív, a közönség pedig a zenekarral együtt énekelte a jól ismert dallamokat. Várhatóan néhány héten belül birtokba veheti Nyíracsád lakossága az új községi piacot. Mint a képeken is látható, a parkoló gyeprácsának nagy része már a helyén van, hamarosan sor kerül az utolsó simításokra is. A községi piac átadása őszre várható. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy Nyíracsádon újabb fejlesztésre került sor az elmúlt hónapban. Napelemes utcai világítás került átadásra a kántordüllőn. A telepítés költségei jóval alacsonyabbak voltak, mint egy hagyományos elektromos hálózatra kötött kandeláber kiépítési költségei. Ráadásul az energiafogyasztás havi költsége 0 forint. Mivel a rendszer nappal a nap energiáját összegyűjtve elektromos árammá alakítja azt, és nagy hatásfokkal tárolja. A rendszer sötétedéskor és éjszaka, visszanyerve a tárolt energiát, fényé alakítja azt, és bevilágítja a kántordüllőt, az arra járók legnagyobb örömére. Thank you.
Augusztus 18-án Nyíracsád község önkormányzata ízletes acsádi ebéddel látta vendégül azt a mintegy 50 Erdélyből érkezett gyermeket és kísérőiket, akik Adamos községből, Nyíracsád testvértelepüléséről érkeztek Magyarországra. A vendégeket dr. Nagy János polgármester köszöntötte. Szeretettel köszöntelek benneteket. Először is nagyra lőttetek a szememben, mert én is voltam tanárúrral a ti szülőfalotokban. És például én alig értem, hogy olyan hosszú utat kellett megtennünk, hogy vasárnap délután 3-kor indultunk, és még el se tévedtünk, és este 9 óra körül érkeztünk oda. Hogyha szeretnék gratulálni mindenkinek, és látom, milyen jó erőben vagytok, ennyire bírjátok az utazást. Még ilyen gyönyörű buszban ki is lehet bírni. Szeretettel köszöntök mindenkit, és egy tét információt megmondok már a településünkről. Tavaly előtt volt településünk 700 éves. A parkban elültettünk smaragd fákat ennek az emlékére, meg lehet tekinteni. Bízunk benne, hogy még 700 vagy 7000 évet még el tudunk ezen a településen élni. Nagyon nagy köszönettel tartozunk Adamos községnek. Tavaly előtt Nyíracsádon egy mini tornádó söpört végig, amely 45-46 házat és nagyon sok melléképületet tett tönkre. A tetőket levitte, ablakokat kiszakított, stb. És a polgármester úr fölhívott, Sipos polgármester úr, és nagylelkűen felajánlotta a segítségét Nyíracsádnak. Ez engem annyira szíven ütött, hogy ennyi kilométer távolságból is aggódva figyeli azt a települést, amely a két település között az előző polgármester révén kialakult, és természetesen mi sem szeretnénk ezt a együttműködést elmondani. Úgyhogy köszönöm szépen! Az ebédet követően Mocok Gyula vezetésével a csoport 9 napos táborozásra indult Perkupára. Nagyon jól jött, nagyon húzna az időt, mert tudom, hogy éhesek is vagytok, mert még tovább is kell mennetek. A Jóisten áldjon meg mindenkit, érezzétek Magyarországon, az anyaországon, bocsánat, jól magatokat. Szeretettel gondolunk rátok, és visszavárunk benneteket ide. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok Nyíracsádon, és Perkupán pedig, és annak a környékén élvezzétek a nyarat, és majd szeptemberben az iskolában. Az acsádi képes krónika 2014. augusztusi összefoglalója ezzel véget ért. Híradónkat megtekinthetik honlapunkon a www.nyiracsad.hu weboldal acsádi képes krónika menüpontjában. Legközelebbi híradónkat szeptember utolsó napjától tekinthetik meg honlapunkon. Viszontlátásra szeptemberben!